Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és hát egy teljesen új sorozatot hoztam el nektek. Ugye tudjátok, hogy élőadásokban én elég sokat GTA-zom gyakorlatilag, sőt, szinte teljes mértékben csak a roleplay-en foglalkozom mostanában. És hát úgy gondoltam, hogy csinálok nektek YouTube-ra ide egy sorozatot, ami nem lesz más, mint különböző szervereket fogok nektek bemutatni. Na, lássuk akkor azt a karaktert, akkor van nekünk egy kezdésünk, ahol én nagyon most így nem szeretném ezt túl bonyolítani, úgyhogy megadunk neki egy nemet, hát név, hát mi legyen a név, hát Minator Jussu, nem? Hát egyértelmű. Jussu, oké, okay. 1985, 11.24, a magasságon pedig 192 cm, ez itt teljesen jó lesz. Legyen rajtunk egy maszk, a szokásos Joker maszkot fölvesszük, aztán viszontváltásra. Na hát kiválasztottam itt, hogy nagyjából hogy nézzünk ki, szokásos maszk, úgyhogy meg is vagyunk. Üdvözöllek a városunkban, élvezd a GTA 5 szerepjáték lehetőségét, és legyél az, amit csak megálmodtál magadnak. A metró egy szinten lejjebb, menetrend szerinti járatokkal működik, keresd minket Discordon. Le kell menned itt az alaksorba, ez egyébként szerintem egy hatalmas ötlet. Lemész az alaksorba, és elméletileg itt lesz valahol egy metró, itt fog majd jönni, ha minden jól megy, azt nem tudom még, hogy hol meg mikor. Hopp, jön a metró! Itt a metró! A második megállónál kell leszállni. Na, a metró után itt vagyunk a munkaügyi központnál. Elméletileg most az dolgunk, először megnézzük a munkákat, hogy milyen munkák vannak, mert elméletileg van egy csomó. Gondolom, hogy ebbe kell itt majd belemennünk. Igen, munkák eléréséhez. Na nézzük. Van nekünk egy buszsofőrünk, azt ugye ismerjük igazából. Van egy futárunk, egy halászunk, egy tankolónk, egy postásunk, egy favágónk, egy bányászunk, egy medencetisztítónk, egy hentesünk, egy szabónk és egy munkanélkülünk. Én arra gondoltam, hogy első körben, nem tudom, hogy egyet megnéznék, szerintem az a medencetisztításnak kellene lennie, vagy a tankolónak, mert olyat se láttam még igazából. Jó, hát nézzük meg ezt a medencetisztítást, jó srácok? Na, skacok, annyival megkönnyítettük a dolgot, hogy itt a videó kedvéért szereztem most egy autót, hogy itt az ilyen kocsikázásom is egy picivel gyorsabb legyen. Úgyhogy elméletileg, ha minden jól megy, akkor itt vagyunk a medencetisztítónál valahol, hát mondjuk ez pont a maszkos. De átmegyünk, akkor valószínűleg ide bal oldalra kell mennünk, itt be. Legalábbis a térkép szerint, ugye? Á, nagyon jó, itt is vagyunk. Na! Egyébként az L betűvel indítjátok el az autót. Csak mert én se tudtam így egyből. Na nézzük, öltözőhöz, melós ruha, oké. Okay. Ha figyeld, felhallgató a fejen, kisgatja, stb. Menj a GPS jel után. Oké, okay, hát akkor megyünk a GPS jel után. Nagyon jó. És akkor megnézzük, hogy mit kell csinálnunk, mert gyakorlatilag itt mi van itt? Várjál, csak megnézzük, hogy itt mi van. Jármű leadás, az most nem kell nekünk, de várjál, kell nekem saját jármű is. Hát remélem, hopp, aha, ott a járművünk, gyerekek. Várjál, ha van saját jármű, nem is kell. Oké. Okay. Cleaner utility. Őha, hát a másik az egy fokkal jobb, de ott van legalább a cement. Oké. Okay. Na, akkor let's go, induljunk el. B-vel kötitek be magatokat egyébként, jó? Na, induljunk el, nézzük meg akkor a melót, hogy mit tud ez a medence tisztító. Életemben nem láttam még egyébként medence tisztító melót, de majd most kiderül, hogy milyen lesz. Kicsit lejjebb vettem a hangot. Na, nézzük. Nem tudom, hogy most mit kell majd csinálni egyébként, hogy oda kell menni, és akkor ezekkel a CP-knél kell majd ugrálni. Vagy pedig ténylegesen majd ki kell takarítanunk egy medencét. Oda megyünk, ott lesz egy medence, felporszívózzuk majd, vagy nem tudom. Mindjárt kiderül. Hál' Istennek annyira messze nincsen, csak kinn a világ végén. Úgyhogy szerintem egy gyors vágás után majd, ha odaértünk, akkor megnézzük, hogy mi történik. Na, itt vagyunk már közelbe, és az a vicces egyébként, ja nem ez volt még az én régi bázisom, de itt van a közelbe. Itt elméletileg, ha itt bemegyünk, itt lesz egy medence. Éha. Hát a kocsi az nem éppen a legjobb gyorsulásáról híres, de igazából a célnak megfelelő, ez egy szervízautó, vagy mi a bánat, medence tisztító autó. Hát hátra megyünk. Csak nem tudom, hogy kell a kocsi, vagy nem, de mondjuk itt kitesszük az autót. Elfutunk hátra, reméljük nem kell hozzá semmi. Nagyon jó, itt a mi medencénk. Oké, és akkor most? Ide megyek a pöttyibe, lesz valami CP itt, vagy be kell ugranom a medencébe? Hopp, nyom meg a munkaelkezdéshez. Oké, megnyomtam az E betűt, oké. És akkor, hát jó magyar szokás szerint dolgozunk? Azt hittem elkezd dolgozni, na jó van. Figyelj már, hát ez egy igazi medencetisztító ember, nem csinál semmit.
csak áll egy helyben. Az a legjobb egyébként. Na megnézzük, most van akkor, mennyi GPS után megtisztott a medencét. Tökéletes. Na hát, és mennyit kerestünk vele? Vagy ezt a végén fogunk majd? Mindegy, megnézzünk 2-3-at, és megnézzük, hogy mennyit jegyezzük meg. Most van 5000 pénzünk, mert nem jegyeztem meg. Hűha, de van zárva az autó. Ajaj. Ajaj. Elvileg itt lesz majd bal oldalt. Ha minden jól megy. Hol a bánatba lehet itt bemenni amúgy? Aha! Megvan. Megvan. Hát se. Na, itt már csak be tudunk mászni, nem? Így is van. Kimenni majd, ott lehet kimenni. Jó, akkor igazából jó fele futottam. Na, akkor elmegyünk vissza előre. Kitakarítjuk azt a medencét, figyeljünk rá, 5000 dollárunk van. Jó? Nézzük meg, hogy mennyi ad, mennyit ad. 5000 dodó. Majd a kocsiknál kell igazából megnézni, mert majd ott derül ki, hogy milyen áron lehet kocsikat venni, és igazából mennyit is ér a pénz, hogy jól fizet, vagy nem fizet-e rosszul. Egyébként kétfajta munkák léteznek, az egyik, amiket tudod a frakció mellett is csinálni, a másik meg, amiket nem tudod csinálni a frakció mellett. Jó, tehát hogyha valamilyen illegális frakcióba tartozol, vagy bármi, akkor is ugyanúgy fogsz tudni dolgozni, vannak olyan munkák, amivel azért elég jó pénzeket lehet keresni. Jó? Na, végeztünk, kiírta nekem, hogy plusz egy számla. Azokat a számlákat majd le kell adnom? Haha, ez egy jó kérdés. Meg az is egy jó kérdés, hogy hol álltam meg az autóval. Mert hogy nem itt, az biztos. Na hát akkor menjünk a következő autónkhoz. Vagy mi az medencénkhez. Kaptunk egy számlát, megcsinálunk még egyet. Aztán megnézzük úgy, hogy leadjuk majd a számlákat. Meg gondolom le kell adni ezeket a számlákat, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy körbe kell menni végig az egészen. Jó kérdés. Hát mindegy, azért vagyunk itt, hogy megnézzük. Na itt lesz a medence, itt a lezárt területre kell bemenni. Az jó buli. Figyeld már. Elhagyod, ott a medencénk, nagyon jó. Hát akkor csapjunk le arra a medencére is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon koszos medence, ki kell takarítani. Gyorsan kitakarítjuk. Hopp. Na. Takarítjuk ki, majd a végén megnézzük, megint kaptunk-e számlát. Csak nem tudom, hogy a számlákat. Hopp, nyomtam valami ilyesmit. Nem. Ó, F11-el ezt elő tudod hozni ezt a panelt, ahol itt van a maszk, meg a táska, meg az óra, stb. Kesztyű, sapkát meg tudod fordítani. Ez jó. F8 az ugyanúgy a konzol menü. Traffic Pax 60 km sebességet 95. Na, az volt a számla. Haha. Jó, F7-tel tudod, oké. Megtisztítottad a medencét, menj a GPS jelésed után. Oké, rendítsek. Akkor viszont végig kell csinálni valószínűleg a kört, az nem tudom, hogy mennyi idő lesz. Végig csináljuk, jó? És a végén majd csinálunk egy összegzést, hogy mi történt. Srácok, megcsináltuk az autót, az van, hogyha esetleg bármikor esetleg szar lesz a kocsitok, akkor elméletileg, hogyha hívtok egy admint, akkor megjavítják nektek, mert ugye ezt a munkát csak ezzel az autóval lehet megcsinálni, mint később kiderült. Úgyhogy bármi van, akkor nem fogjátok elbukni, akkor szóltok egy adminnak, és akkor segít, megjavítja nektek. Na most a kérdésem az az, hogy hol van ilyenkor itt az öltöző, mert nekem arról fogalmam sincs. Elméletileg valahol itt volt, nem? Itt a maszkosnál. Medencetisztító jármű, tökéletes, itt lesz az, úgyhogy akkor ide visszamegyünk a számlák beváltásához. Na nézzük. Oké.
nem tudom mennyit csináltunk, azt hiszem 6-8-at. Na most van 6500-unk. Na most nem kellettől a pénztől megijedni, hogy ugye $250 kapsz egy medencéért. Szóval ez azt jelenti, hogy akkor most elmegyünk szépen az autókereskedésbe, és megnézzük, hogy mire elég gyakorlatilag az a $250. Megpróbálok, arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megvásárolnánk egy autót, kérek pénzt, és akkor megnézzük ezt a tuning rendszert, hogy hogy működik. Mondjuk feltuningolunk egy, nem tudom, mondjuk egy AMG Mercit. Például. Jó? Megnézzük azt az AMG Mercit, mindjárt ide bejövünk. Csak előtt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az árakra, hogy milyen árakon is mennek ezek a dolgok. Na nézzük. Kíváncsiak az autókra. Nem rendelkezik járművezetői engedéllyel. Ha-ha-ha. Hát akkor meg kell csinálni. Na srácok, kaptunk egy lifehacket, mint közben kiderült ugye, hogy jogosítvány kell ahhoz, hogy megnyitsd autókat. Csak itt, csak ebben a videóban tudjátok meg azt, a jogsira a válasz, aki esetleg nem tudná. Mindig az elsőt kell benyomni. Jó? Úgyhogy nagyon szívesen. Kezdjük. Le is teszteljük akkor, jó? Igen. Következő kérdés. Igen. Következő kérdés. Igen. Első. Na figyelj, mindjárt kiderül. Mindjárt kész a jogsink. Csak ebben a videóban tudhatod meg, kérlek, hogy az elsőre kell mindig rákattintani. Aztán mekkora jó lenne. Cég munka. Na látod? Jó volt. Ennyi. Figyelj. Easy. Köszi szépen. Na itt vagyunk az autóknál. Nézzük akkor, van egy Audi A7-esünk. Egyébként az árak nagyon jók, tehát most megnézitek 120 ezer, 200 ezer, 70 ezer, 1 millió, stb. Tehát azért nincsenek túllőve az árak. Tehát hogyha beazonosítod avval, hogy mondjuk egy melót néztünk meg, nyilván az a medencés meló volt, $250 tudtál egy körre keresni, azért nem egy olyan nagyon-nagyon vészes dolog ez. Tehát 19 ezerért már bőven tudsz venni autót. Na, gyorsan akkor nézzük meg az autókat, hogy mi van. Van itt egy Audi A7-esünk. Azért mondjuk ez nem rossz. Egy BMW Alpine 30-as. Egyébként annyit mondtak nekem, hogy még bőven-bőven lesznek betéve autók. Úgyhogy érdemes majd figyelgetni naponta az autókat, mert fognak bekerülni folyamatosan még kocsik. Ez jól néz ki, csak a tetejére nem kéne az a izé. De gondolom azt lehet majd valahogy szedetni. Figyeld már, hogy néznek ki rajta, hogy ezt fog. Nem, az tényleg. Na most nincs ott. Szóval valahogy onnan maradt. Jó, menjünk tovább. Mustang GT 500. Hammer H6. Nagyon jól néznek ki az autók. Harley Davidson, Honda Civic, Kawasaki Z1000, ez mondjuk király, ezzel mennék egy körbe azt is. Porsche 718 Boxster, Lotus Evora, ez is 350 ezer. Nem egy nagy ár. Mazda RX8, gyönyörű szép mazducska. Mercedes-Benz G65 AMG, Mitsubishi, Nissan 180SX, Porsche 718, Renault Clio, Subaru VRX, Toyota Celica, Volvo, ugye ezek már azért az olcsóbb kategória, Volkswagen, Touareg, hát mondjuk ez nem éppen egy olcsóbb kategória, ez a kocsi egyébként egy frankó kis kocsi amúgy. Na, úgyhogy itt vannak az autók, hát lehet válogatni, nem tudom, ezt, megnézzük ezt a BMW-t, vagy nézzünk valami. Nézzünk egy, nem tudom én, miért nézzünk? Kéne valami drága autót nézni, nem? Mustangot is fel lehetne tolni. Melyiket kéne? Írd már meg légy kommentbe, hogy te melyik autót tuningoltad volna föl. Jó? Én most választok egyet, de írd meg te is, hogy te melyiket tuningoltad volna föl. Na, hát itt a videó kedvéért kértük pénzt, annyival, hogy nyilván én ezt vissza is fogom adni, tehát ez most csak egy bemutató videó, természetesen, de megnézzük. Én, amit én gondoltam egyébként, az itt is van mindjárt, ez a Nissan. Mert erre azért elég sok dolog is van, másrészt azért ezt elég szépen meg is lehet csinálni. Úgyhogy szépen akkor megvásároljuk ezt a jó öreg Nissant, köszönjük szépen. Aztán megkeressük, mit csináltam? Ja, vásároltam egy rendszámot. Hallod, ennek van hangedik? Az igen! Jó, ez jó lesz. Na, keressünk akkor egy autótuningost, ezt meg kell nézni, hogy hogy néz ki. Na, bejelöltem a tuningot, átmegyünk a tuninghoz. Nagyon durva a Verda egyébként. A hangja az van. Sőt, egyelőre megy is, mint a bánat. De ez valami ilyen izé autó szerintem.
ilyen ide-oda csúszkálok autó, driftes autó. Ííí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 
de pörög, mint az állat. Ha itt vagyunk a Toningnál, bemegyünk. Hát van hangja neki, basszus. Oké. Megkeressük a bácsit. Jó napot kívánok, uram! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, uram! Hoztam egy autót, ráférne egy kis tuning. Meg tudja nekem csinálni? Tudna benne segíteni? Meg. Ó, nagyon jó. Kinyissanak. Ki kéne nyitnom, ugye? Igen. Ó, parancsoljon. Na, arra gondoltam, hogy azért ki kéne ezt fullozni rendesen ám, csak hogy okay, hadd pörögjön ide-oda. Meg hát azért nézzünk rá valami szint, valami felnit, illetve hát a külsejét is egy kicsit átalakítást kellene csinálni. Ez megoldható? Ültetés? Ültessük. A páncél van rá? Ablakárnyalat, mehet minden, uram. Sötétítve, ó, tökéletes. Nem is rossz. Az volt a legjobb, uram! Ez se lesz. Nem? Ez is jó. Aha. Ez jó, egyel vissza, uram. Ne siessen annyira. Visszafele. Még. Volt egy ilyen Lukas elejű, még. Ilyen Lukas elejű volt. Mint a Lukasz. Még. Ez. Na siet, uram. De... Előző. Várjon, ne. Inkább ez jó. Ez előtti. Ez? Igen. Nem? Uram, maga tényleg öregszik. Tattam én az urat, tattam. Na most már akkor kiabálok, uram, így hal. Így, tökéletes, uram, tökéletes. Máskor segítetek? Ó, nem, köszönöm, uram, én már itt se vagyok. Meg sem merem kérdezni, mennyivel tartozom. Ha? Jó kis pillanatok. Ez összviszó, magára másfél millió. Másfél millió? Igen. Azt a betyár mindenségit. Hát jó van akkor. Na jót akar. Csak óvatosan járt eljött a városban. Vannak ilyen betyárrendőrök. Meglátják, hogy sportautót egyből utána menni. Hát jó, átadom a pénzt. Köszönöm szépen. Hát uram, én köszönöm a segítséget. Hát jó, asszony, lejutok, addig nincsen probléma. Majd az asszony utána majd elzél vele. Hát megnézem, hogy ki jut el kap. Hát, az jogos. Na. Kapun, a múltkor ellopták a kapumat. Tényleg? Uram, figyelje már, aztán itt tuningok is mentek bele, tudja? Igen, mentek. Még minden is? Jó van, uram. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget, viszontlátásra. Viszlát. Azért megnézem, hogy ki tud-e venni. Hát, ezzel én is. Nehogy összetörjük itt a verdel. Minden jót! Az igen! Igen. Ja, erre a Neóra gondolt, aha. És mindjárt konkrétan neki vagyunk az első izének. Élaim! Vagy mi ez, metró? Haver! Mit vezeted? Beállunk elé, akkor mi lehet? Hát, ez nagyon buli. Jár a izé! De jó, de ezt lehet vezetni is. Ez király. És elé állok, ez megáll. Na fölé lettünk, srácok. Hát annyit megtudtunk egyébként, hogy a... Ezeket a villamosokat, amik itt mennek, ezek NPC-k vezetik, úgyhogy valószínűleg nyilván azért ütött el.
viszont föl lehet rájuk szállni. A következő, amit megnézünk, az pedig nem lesz más, mint az edzőterem. Hiszen, amit ott említettem, hogy azért ez nagyon durván megy. Figyeld. Hadd ki sem merem húzatni. Na jó, szóval az edzőterembe fogunk menni, ott lehet verekedésre fogadni, illetve lehet kondizni is. Úgyhogy megnézzük. Nem tudom, hogy lesznek ott emberek majd, ha tudunk esetleg fogadni vagy bármi, hanem az sem nagy probléma. Viszont legalább megnézzük, hogy hol lehet. Meg addig legalább elvezetgetjük ezt a kocsit, ez baromi nehéz vezetni. Tehát aki szereti a driftes autókat, az ezzel jól jár. Én híres vagyok arról, hogy én abszolút nem tudom ezeket vezetni, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy úgy vezetem őket, mint a bánat, de valószínűleg nektek sokkal jobban fog menni. Na nézzük, tét, oké. Okay. Csatlakozott csatához, csatlakozás. Na, tehát az a lényeg, hogy becsatlakozol itt a csatába, odamész. Itt látod már a csatlakozottakat, és itt van a tét. Tehát itt látod, tudod állítani a tétedet. Mit tudom, hogy fölteszek 100 dollárt, és akkor 100 dollár a tét, fogod, becsatlakozol egy csatába, és vársz. Gyakorlatilag ennyi. Ez egy nagyon-nagyon jó buli. Itt azért lehet pénzt szerezni. Én mondjuk azt itt esetleg hiányolnám, hogy a tét az lehet nagyobb. Mondjuk azért 100 dollár az mondjuk egy fél kör volt a medencésnél. Hát mondjuk összességében nem kevés, de én simán az RP-k miatt tuti, hogy beraknék ilyen 1000 dollárost is. Sőt, még talán többet is. Hát milyen, gondold el, két illegális banda idejön, körbáljátok ezt a cuccot, fölteszitek a téteket, és dír, lehet. És ott azért van zseton, tehát ott azért nem ilyen 100 dollárok mennek. Úgyhogy én ezt mondjuk a szerver helyében meggondolnám, ezt fölteném, ebben rohadt sok lehetőség van. RP szempontjából ebbe a csatás kérdésbe, úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, ezt mindenképpen próbáljátok ki, mert nagyon nagy buli lehet, és iszonyat jó RP lehetőség van benne. A következő, amit meg fogunk még nézni, az a paintball pálya, arra még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis van a szerverre lehetőség egy CP után, tehát bemész egy CP-be, és onnantól kezdve tudtok paintballozni, akár barátokkal, akár ismeretlenekkel, ott is van, úgyhogy oda elmegyünk. Mondjuk azért ilyenkor nekem hiányzik a BMW, mert ez az autó, ez nekem sok, ezzel a dreges cuccal. Én ezeket nem tudom vezetni, tehát szégyen vagy nem szégyen, én ezekhez balfasz vagyok. Na megvan a paintball pálya, már csak a bejáratot kéne megkeresni. Hopp. Bírja ez a BMW, jó van már. De ez király, hogy leraktak, itt a CP, beszarok. Várjál, bezárom. Ez egy aréna? Dig, be tudsz jönni egy izével? És itt akkor most mi van? Bejöttem, oké. Okay. És akkor itt hol? Hopp, ott van valami, figyeld. Mi ez, ami Battle Royale, basszus? Azt nézd. Ez mi ez? Menü megnyitásához. Civil ruha, egyes csapat ruha. Oké. Okay. Beszarsz. Hol kapok fegyvert? Valahol tudja, hogy lehet venni, várjál. Követ az egyes csapat ruháját. Ugye lehet, hogy valószínűleg akkor fog fegyvert kapni az ember, hogyha valaki még majd bejön a paintballra. De például ebbe is baszott jó izé van. Tehát gondoljatok bele, hogy lehetne hivatásos varokat csinálni például. Tehát ilyen, most ezt úgy értem, hogy varokat, aki mondjuk régebben mondjuk játszott ilyen FPS játékok, az ugye miről van szó, aki nem mondom, hogy gyorsan elmagyarázom, azok ilyen csapatháborúk, tehát arról szól, oda megy a két frakció, problémájuk van egymással, ide gyűlnek, stb. És nyomják a paintballt. Ez mekkora király? Hatalmas. Ez nagyon jó. És egy csomó izét el lehetne így intézni. Érted? Nem kéne ott üzébe. Jó, nyilván néha azért jó, amikor így megölitek egymást, de mondjuk van egy ismerős frakció, vagy bármi, kijöttök, paintballoztok egyet, stb. Azért az nem rossz. Úgyhogy ezt nagyon adom. Ezt tényleg nagyon adom. És ugye már előzőleg is ott volt az a gyúros cucc, abban is rengeteg RP lehetőség van, és ebben is rengeteg RP lehetőséget látok. Úgyhogy ez jó. Ezt mindenképpen próbáljátok ki ezt is, és írjátok majd le, hogy milyen volt, jó? Kíváncsi vagyok rá. És ráadásul baromi nagy. Jézusom! Azt tudom már, hol tudok kimenni. Ez nagyon jó, srácok. Na az a helyzet, skacok, hogy nem ért véget a sztori,
Mert hogy kaptam egy információt, hogy van még autóverseny is. És az is itt van, és az is ilyen CP-s szerint megy. Itt most nézem, hogy kettő is van. Van MX rész és drag rész. Hát inkább én az MX részt választom, hogyha nem sértődtök meg. A drag az nekem egy kicsit sok. Úgyhogy elmegyünk ide. És megnézzük, hogy ott mi van. Szóval az a lényeg, hogy baromi sok RP lehetőség van egyébként ebbe is. Most gondoljatok bele. Például ott is lehetne mondjuk privát fogadásokat kötni, de erre gyakorlatilag frakciókat lehetne fölépíteni, például, csak most így ötletszerűen gondolkozom, ami éppen eszembe jut, hogy odaálltok a versenypálya elé, és elkezditek mondjuk, csináltok egy olyan frakciót, ami mondjuk azzal foglalkozik, hogy ezeket a fogadásokat intézi például. Teljesen legál frakció, stb. Fogadásokat intéz. Baromi jó, rengeteg pénz lehet benne, és nyilván leszeded a magad részét is, stb. Nagyon-nagyon sok RP lehetőség van egyébként ebbe az autóversenybe is. Úgyhogy kíváncsi vagyok az, hogy fog kinézni. Gondolom ott is majd meg kell várni, hogy csatlakozzanak be. Hát most mi nem fogunk várni, de megnézzük ettől függetlenül. Egyelőre abszolút pozitív csalódás. Na pont erről beszélek, hogy ezek a szerverek azok tényleg, amiket úgy érdemes bemutatni és érdemes megnézni őket, mert tényleg jók. Lehetsz azért itt dolgokat csinálni, meg lehet jókat RP-zni. Na itt vagyunk elvileg, csak majd meg kell keresnünk, gondolom itt is van egy CP. Aha, rész menü. Oké, a ruha még rajtam maradt, azt nem vettem le, de egyébként jó is, nekem még tetszik is ez a ruha. Na nézzük. Rész menü. Oké. Hogy hol? Itt, aha. Verseny kezdése, eredménytábla. Oké. Nézzük meg, mit tud. Ja, hogy ez egy motorverseny! Jó ég! Ja, és akkor várjuk, gondolom a... 27-en tudtok becsatlakozni. Az nagyon durva. Csak mi bizonyítom be, ja. Beszarsz! Na jó, ez nem nekem való. Merre kell menni? Szerintem rossz van, ha megyek, nem? Na hát én már elbasztam ezt. Ott van egy. Nem baj, megnézzük. Jó vagyok, ebbe is jó vagyok, gyerekek. Hol a motorom? Eltör a járműt, a verseny véget ér. Az fasza. Hát akkor ezt rápróbáljuk még egyszer, jó? De hallod, itt is milyen jó kis 27 ember tud csatlakozni hozzá. Hát milyen izék rossz motorversenyeket. És ugye amikor leesel, akkor gyakorlatilag kiestél. Ez jó? Az nagyon jó. Megpróbáljuk még egyszer. Szóval, verseny kezdése, oké. Hát az a durva, hogy fél HP-n van. Úgyhogy... Na induljon! Na, tehát akkor itt erre kell menni, oké. Itt balra. Itt át ezen. Ja, itt megint balra, aha. Ja, ott hülye vagyok, hát ott mutatja ez a szar. Jó, minden, megismerjük a pályát előbb, mert... Furi. De várjál már, 5! Ötödik vagyok a 27, ez hogy van? Ja nem, 27, nem 27 el lehet csatlakozni, hanem 27 ilyen kapu van, bocsánat, ezt benéztem. De ez király, ezzel az el lehet szórakozni. Fiat, ugrat balra, Hány körös? Ne! Merre kell menni? No way! Ez mi ez a pálya? Ez barom jó! Ez Isten király! Ez nagyon jó ez az izé, ez a cross. Új, figyeld, az ugrás, figyeld! Figy! Mi nem próbálunk szaltozni, hát figyeld! Meghaltok! Na, hát akkor neki megyünk még egyszer, figyelj, olyan nincs. Muszáj beadnunk egy ilyen izét. Egy ilyen pörgős cuccot. Ezt nagyon élem, ezt a bulit. Úgyhogy akkor let's go, neki megyünk még egyszer. Azon gondolkozom, hogy mi van, hogyha bemegyek kocsival. Most úgy sincs itt senki.
Nem tudom, nekem vannak néha ilyen agymenéseim, tudjátok, hogy így valamit. Sőt, vagy tudjátok mit kéne, valami jó nagy jippel nyomni neki. Na jó, nem adok ilyen hülye ötleteket, maradjunk a motornál, jó? Ezt bepróbáljuk még egyszer, mert ez baromi jó, ez nagyon tetszik. Egy olyan izét mindenképpen beadok, addig fogjuk próbálni, ameddig nem adjuk be, leállt a motor, na gyerünk akkor. Na nézzük, be kell adnunk egy olyat, addig nem megyek innen el, amíg nem adtunk be egy olyan forgást. Ami 95 valamennyi volt, azt hiszem. Ha jól emlékszem, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos. Itt kell vonulni be. Vagy mi az pörög? Ó, várjál. Hello. Igen, itt azért lehet javítani ezeket, és nem kell mindegyikbe izé fúgázzal belemenni amúgy. 10 másodpercet javítottam konkrétan rajta. Na, skacok! 84-05. Hajrá, lehet megdönteni. Na srácok, pár információ még, amit azért mindenféleképpen szerettem volna elmondani, ezeket így leírogattam magamnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szerveren működik az ATM rablás, működik a bankrablás és működik a boltrablás. Az ATM rabláshoz 3 rendőr kell, a bankrabláshoz 6 rendőr kell, és a boltrabláshoz pedig 3 rendőr kell. A jelentkezéseket a frakikba elmondtam, azt meg tudjátok nézni. Nagyon-nagyon fontos, hogy július 26-án vasárnap 6 órakor lesz egy event a paintball pályán, ahol különböző értékes autó nyereményeket is lehet nyerni, úgyhogy várnak oda a szerveren nagyon sok szeretettel. Tehát még egyszer, július 26-a vasárnap 6 óra event paintball pályán. Én nem hagynám ki egyébként. Nagyon-nagyon jó lett. Biztos, hogy nagyon sokan lesznek, lehet egy jót paintballozni. A nyertesek gondolom kapnak különböző pénzjereményeket, autókat. Bemutattuk az autókat, bemutattuk vagy beszéltünk a rablásokról, beszéltünk a frakciókról, beszéltünk az autóversenyről, a paintballról, a whitelistet, mert hogy van whitelist a szerveren, srácok, Discordon lehet igényelni, van egy ilyen whitelist kérelem, illetve minden információt megtaláltok a videó leírásában, megtaláljátok a július 26-ai vasárnap 6 órai eventet is, megtaláljátok a különböző elérhetőségeket, megtaláljátok az IP-t, megtaláljátok a DC-linket, és így összesítve így a végén, mivel ez egy sorozat lesz, és úgy gondolom, hogy a végén kellene egy ilyen 10/6-ast adni, meg egy ilyen rövid véleményezés tényleg erről a B13 bűnös város nevezetű szerverről. Megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik. Én egy kicsit ockodtam egyébként tőle, mert hogy ugye, hát nem olyan régi még a szerver, nem is olyan új, megyeget, el vannak, csinálják egyébként, nagyon-nagyon kellemes admin csapata van egyébként, a tulajdonosa egyébként szintén nagyon-nagyon jó fej. Ami a megbízhatóságot illeti, szerintem abszolút megbízhatóak, én beszélgettem nem is egyszer egyébként, a tulajdonossal abszolút jó fej, abszolút megbízható, úgyhogy ezzel a részével szerintem nincsen gond. A szervert egyébként folyamatosan fejlesztik, de azért látszik, hogy vannak benne dolgok, tehát paintball pálya, autóversenypálya, van ez a verekedős cucc, ugye, van ez a Tetco szalontól kezdve, fegyverbolton át, ATM rabláson keresztül, boltrablás, szóval rengeteg lehetőség van, hogy jól érezzétek magatokat ezen a szerveren. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó opció. A pénzek nagyon-nagyon fontos, hogy iszonyat jól be vannak árazva, úgyhogy szerintem az is. Most nem tudom, hogy negatívot tudok-e esetleg mondani. Megmondom őszintén, én nagyjából most nézem, körülbelül olyan 2 órát, 2,5 órát voltam úgy összesen fönt a szerveren. Egyszer volt egy ilyen nagyon minimális connection interrupted, de én még olyan szerverrel nem találkoztam, ahol ne lett volna. De ennyit tudok összvisz. Tehát, hogy rendben van, nincsenek laggok, teljesen jól meg van csinálva, jó a menürendszere, ki van dolgozva, tehát látszik, hogy értenek hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megér egy misét, nézzétek meg, minden ott van a leírásban. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, és lesznek még ilyen szerver bemutatós videók itt YouTube-on, úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy hogy tetszett, és jelezzétek egy lájkkal, hogyha szeretnétek még ilyen hasonló szerver bemutatós videókat nézni, illetve kommentben jelezzétek, hogy esetleg melyik szerverről szeretnétek, jó? Nagyon-nagyon fontos, hogy
elérhetőségeket, meg ilyeneket ne rakjatok bele a kommentekbe, mert azok automatikusan törlésre kerülnek. Na srácok, akkor ennyi lett volna ez a videó is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Természetesen lesznek még ilyen videók, tehát szeretnék ebből egy sorozatot csinálni, a különböző szervereket mutatok majd be, úgyhogy várlak benneteket majd a következő szerver bemutatós videónál. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és minden információt megtaláltok a videónak a leírásában. Én ha egy 10-es skálán kellene, én adnék ennek egy erős 9-est egyébként. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és tudjátok, minden hétköznap délután 5 órától Facebookon streamelek, úgyhogy várlak benneteket oda is nagyon-nagyon sok szeretettel. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, Jussu voltam, sziasztok! Around the nursery and count sheep.